amiről ma szeretnék beszélni, az egy picit kapcsolódik a székelydatás és az adatvizualizációs és a vizuális információ általi befolyás témákhoz, mert arról szeretnék beszélni, hogy hogyan veszi át a klasszikus média helyét a nem feltétlenül közössége, hanem inkább nevezzük modern médiának, és ez miért vezet nagyon nagy eséllyel a teljes kis közösségek, de valójában a teljes lakosság polarizálódásához. Ugye az történik, hogy a klasszikus média nagyon hirtelen azon találta magát, hogy van egy nagyon erős verseny, egy teljesen új szegmensben, amiben nekik nincsenek meg az eszközeik kellőképpen nem is részt venni, hanem kellőképpen gyorsan reagálni. Hogyha megfigyeljük a Facebook vagy a Twitter címeket és azokat a bejegyzéseket, amelyek nagyon felkapottak és nagyon nagy számban megosztottak lesznek, ugyanígy érvényes ez a YouTube videókra is, akkor azt veszük észre, hogy minél szenzációhajhászabb egy téma, vagy minél megosztóbb egy téma, minél nagyobb haragot generál, vagy minél nagyobb ilyen eufóriát, ilyen örömérzetet generál, mint például egy kismacskás videó, annál exponenciálisan nagyobb mértékben osszák meg az emberek. Tehát utálni nagyon trendy, és kismacskákat szeretni nagyon trendy, akkor, hogyha nem kerül ez túlzottan nagy erőbefektetésbe, illetve energiabefektetésbe, tehát mondjuk egy 5 másodpercben belefér az egész üzenet. Na most az a baj ezzel, hogy a klasszikus médiának az volt a szerepe, ugye, hogy az információt eljuttassa a fogyasztókhoz, mi alatt kérdőre vonja ennek az információnak, vagy illetve körülírja legalábbis, bemutatja ennek az információnak a forrását. Na most ez 5 másodpercben semmilyen keretek között és semmilyen funkcióban nem lehetséges. És akkor hirtelen az történik, hogy az összes klasszikus média orgánum minden módban, tehát azon találja magát, hogy átveszi a helyüket a modern internethez, de nem is itt az interneten van a lényeg, hanem az elképesztően nagy közösséghez való hozzáférés biztosító alternatívája. Itt lesz a tévéből a YouTube, és a tévé nem, a klasszikus tévé csatorna ugye nem tud versenyezni a YouTube-bal, így lesz a rádióból podcast, és így lesz az újságból mondjuk blog, vagy Twitter, vagy Facebook. És ugye ezek a klasszikus médiumok nem tudnak versenyezni a nagy közösségeket elérő alternatíváikkal, mert bármilyen erősen is pedálozna a legolvasottabb újság, nem tudom, hogy ez melyik, valószínűleg valamelyik kínai vagy indiai újság, de mondjuk, hogy az anglofon nyelvterülete, mondjuk, hogyha vesszük a New York Times-t, vagy a Washington Post-ot, vagy a Sunday Times-t, bármelyik, vagy a francia, frankofon nyelv területen veszük mondjuk a Le Monde-ot, vagy a Le Figaro-t, messze, tehát ilyen nagyságrendekkel mögötte vannak mondjuk egy virális Facebook bejegyzésnek, ami mondjuk elérhet akár 100 millió embert, egy milliárd embert is elérhet, ugye? De még hogyha nem is vagyunk túlzott romantikusták, csak azt mondjuk, hogy 1 millió embert ér el, ezek az újságok csak a legfényesebb, legnagyobb világi események során álmodozhatnak arról, hogy talán olyan nap van, hogy eladnak 1 millió példányt belőle. Itt most csak ilyen ballpark számokat említek, tehát lehet, hogy most pont 2 millió vagy 5 millió az a szám. Az a lényeg, hogy nagyságrendi, azt arra szeretnék rávilágítani, hogy kétségkívül nagyságrendbeli különbség van, és ez annak, természetesen annak köszönhető, hogy hirtelen az internet által a
az olvasóidnak a piaca az teljesen kinyílik az egész világra, és ott persze sokkal több ember lakik, mint mondjuk egy Amerikában vagy egy Franciaországban külön-külön. Na most, az történik, hogy ezzel párhuzamosan akkor természetesen momentumból, tehát a hosszú idők során felhalmozott készleteikből, mert azért a média az egy jövedelmező iparág volt, és talán még ma is az, hogyha mondjuk a közösségi médiát nézzük, ugye a legjövedelmezőbb cégek és a legnagyobb tőkével rendelkező cégek a világban, azok mind közösségi média, vagy legalábbis közösségi média technológiához köthető cégek, mint az Apple, vagy a Google, vagy a Facebook, vagy a Microsoft, vagy a Twitter. Szóval ezek a nagy cégek azon veszik magukat, azon kapják magukat egyszer csak, hogy egyre kisebb a profit résük, és így egy hatalmas nagy krízisét érjük a klasszikus médiának. És ez igaz a tévécsatornákra, igaz a nagy újságokra, igaz a rádióadókra, és akkor egyre kevesebb embert tudnak foglalkoztatni, és akkor azáltal, hogy egyre kevesebb embert foglalkoztatnak, egyrészt nem lesz hozzáférésük a szakmában legjobbnak mondható emberekhez, másrészt pedig nem lesz hozzáférésük az ilyen fact-checker emberekhez, akik ugye ellenőrzik azt az információt, ami végül is az újságban megjelenik, és ami elsősorban az újság szavahihetőségét kölcsönözte. Pontosan azért, mert mindig igaz információt szolgáltatott, vagy egy tévécsatorna mindig igaz információt szolgáltatott, és ezért emelte a társadalom ezt egy elfogadott és megalapozott információ forrásá, illetve megbecsült információ forrásá egy bizonyos közösségen, vagy talán az egész világon belül. Na most a pénzhiány és ezáltal a generált emberhiány viszont oda vezet, hogy akkor ezek a médiumok, a klasszikus médiumok a közösségi médián keresztül kell felvegyék a versenyt az új típusú médiumokkal, de itt már nem csak új típusú médiumokról van szó, hanem a random emberekről is. Bárkinek ugyanakkor lesz az esélye egy vírus videót, vagy éppen egy vírus posztot, egy vírus bejegyzést készíteni. És akkor a közösségi médiában ott olyan szabályok vannak, amelyeket nem teljesen értünk, mert nagyon gyorsan alakult ki az a folyamat, hogy mondjuk egy 140 karakteres bejegyzésben egyszerre csak 1 milliárd embert, vagy több 100 millió embert érünk el, és egy picit itt a technológiáról már többször beszéltem, talán megelőzte a társadalomtudományokat, amelyek csak most próbálnak felzárkózni, hogy hogyan is lehetne ezeket az algoritmusok által vezérelt platformokat szabályozni, anélkül, hogy túlzottan károsak lennének magára a társadalomra. Mert nem értjük, hogy mi tört. Nem volt erre példa a történelemben, ezért nem tudott kialakulni a tapasztalatunk, és ezáltal evolúciósan nem tudtuk választ adni, és ezáltal nem értjük, hogy mi történik, amikor hirtelen egy ember 100 millió emberhez kezd beszélni, és 100 millió embertől kap visszajelzést. És ugye legalábbis azt vesszük észre, hogy hatalmas nagy lincselések történnek az online térben, ami pszichológiailag egyáltalán nem vezet pozitív effektushoz. Szóval akkor az történik, hogy a klasszikus médiumnak kevesebb az embere, és akkor kevesebb a valós igazságot megvizsgáló embere, és akkor ők is egyre inkább eltolódnak, bele vannak kényszerítve, hogy ugyanazt a verset játsszák, mint a közösségi média jelenlevő médiumok, és egyre inkább eltolódnak a szenzációhajház, illetve a kattintásvadász címek és tartalmak felé, ami pedig aztán ugye lassan-lassan felemészti a szavahihetőségüket, és lerombolja a hírnevüket. Csak az a baj, hogy mivel míg a klasszikus médiát egy nagyon jól meghatározott és államok által, sőt államközileg szabályozott és kölcsönösen elfogadott szabályrendszerrel sújtjuk, vagy természetesen szükség van erre, tehát szabályozzuk. Addig a közösségi médiában ugye ez a szabályozás nagyon nehezen ültethető gyakorlatba, és persze
voltak, már voltak példák, mint például az Európai Uniós Article 13, vagy Amerikában a már nem tudom, hogy hívták őket, FOIA, PIPA, SOPA, sok kezdeményezés volt. Tehát voltak kezdeményezések az internet, de kifejezetten a közösségi média szabályozására, csak persze ez nagyon, nagyon vékony egy hajszál vékony vonal, hogy hogyan tudjuk szabályozni az internetet anélkül, hogy a szólásszabadság jogait tipornánk, és ugye persze azt tesz valójában, a szólásszabadság teszi az internetet azzá, ami. Úgyhogy ez egyáltalán nem egy irigyelentő feladat. És persze ugye az amerikai kormány és az Európai Unió is többször már belebukott ebbe a kezdeményezésbe, de persze az sem alternatíva, hogy szabályozatlanul hagyjuk ezeket a platformokat, mert nincsen meg az a kellő megértés, hogy szabályozatlanul ezeket a platformokat működni hagyjuk, mert tudjuk, hogy nem lesz rossz hatása a társadalomra, nem tudjuk. Na most is akkor ezért trükkös ez a nagyon, nagyon nehéz, ilyen ingoványos talaj ez a klasszikus médiáról, a közösségi médiára való áttérés, mert a klasszikus média egyre nehezebbnek találja a klasszikus területein való kesztyűfelhúzást a modern médiumokkal szemben, és persze így ezáltal, miért említem ez az egészet meg, ezáltal egy ilyen halálspirálba kerül, ugye egy ilyen negatív megerősítési hurokba, egy ilyen negatív megerősítési ciklusba kerül, tehát minél kevésbé tudja felvenni a versenyt a közösségi médiával, annál kevesebb erőforrása lesz, és minél kevesebb erőforrása van, annál kevésbé tudja felvenni a versenyt a közösségi médiával, és valójában így degenerálódik, és ezt nagyon-nagyon jól tetten érhetjük több neves újságnál, tévéadónál, és talán arról sajnos nem vagyok annyira témában, de valószínűleg a rádiók esetében is igaz. És akkor azt történik, hogy végül is a közösségre nézve, ugye, ahol a médiának az lenne a szerepe, hogy a funkcionárusokat és a politikusokat és a köztisztviselőket, illetve az államot, mint szuperstruktúrát, mint a társadalom által alkotott szuperstruktúrát a saját maga szabályozására és illetve a jogainak a gyakorlásának a megszerzésére és a megvédésére, hogyha ez a kérdés feltevődik, akkor ezt a funkciót, ennek a funkciónak a felelősségre vonását a média alapvetően nem tudja ellátni, és ez legalább akkor a probléma, mint hogyha egy országnak ne lenne kormánya, mert ugye a média pontosan ezzel a felelősségre vonás funkcióval majdnem egy ugyanakkora, vagy talán ugyanakkora fontosságú szerepkört lát el, mint mondjuk egy országot vezető kormány. És ez nagyon csendesen, de valójában az internet legelejétől, tehát mondjuk legalább egy 10, de inkább 20 éve nagyon csendesen lopakodik be a különböző országok gazdaságaiba, és egyes országoknál, például Amerikában ugye már akkora méreteket ért el, hogy valójában a média teljesen, tehát a klasszikus média teljesen szava hihetetlenné vált, és persze bizonyos mértékben nagyon is indokoltan az előbb említett okokból kifolyólag, ahol is ugye a közösségi médián sokkal inkább, sokkal markánsabban jelenlevő kattintásvadász eszközöket kell használjanak. És akkor ez persze hosszú távon oda vezet, hogy a lakosságot polarizálja.